Tervejszia! Üdvözöllek újra az északi sarkörön, a Kolári Láppi állatkertben. Mindjárt górcső alá vesszük a bemutatott állatot is, viszont előbb a helyről beszélek, aminek amúgy köze van az állathoz, és ezt a későbbiekben összekapcsoljuk. Szóval, Kolári község a valóságban is létezik Lappföldön. Lappföld Finnországhoz tartozó részén. Pontosabban a svéd-finn határon található, a Száripudász határfolyó partján. Itt található Finnország legnagyobb kiterjedésű lápja, Finnország legészakabbra fekvő vasútállomása és az egyik legkedveltebb síparadicsoma, de ez az állatkert csak a Planet Zoo-ban létezik. Na de nem a földrajz miatt vagyunk itt, hanem azért, mert ez a térség is a rozsomák elterjedési területébe tartozik. Ez a videó pedig a rozsomákról szól. Az állatkertet viszont lassan be fogom fejezni, és mostantól inkább nemzeti parkokhoz hasonlító kifutókat szeretnék építeni itt, ahol az állatok nagy területet kapnak, lehetőleg látható kerítés nélkül. Tehát ha a Planet Zoo-beli építés is érdekel, akkor amiatt is nézd meg a videót. És akkor kezdjük a rozsomákkal, amely a ragadozók rendjén belül a menyétfélék családjába és a rozsomák formák alcsaládjába tartozik, és ennek az alcsaládnak a legnagyobb testű faja. A menyétfélék családján belül is csak a tengeri vidra, az óriás vidra és a nagyfogú tömpeúrú vidra nagyobb méretű, habár az európai borz is megközelítheti a méretét különösen ősszel. Az előző videóban, amely az európai bölényről készült, létrehoztam már egy folyórendszert ezen a részen, így most ide fogom elhelyezni a rozsomákot. Mint mondtam, úgy szeretném építeni a kifutót, hogy látható kerítés ne legyen, emiatt természetes anyagokból fogom meghatározni a terület széleit. Közben beszéljünk még a rozsomákról. Tudományos neve a gulo-gulo, és a gulo nemnek nem csak a típusfaja, de egyben az egyetlen faja is. Latin megnevezése a gulo szó jelentése falánk. Ez az elnevezés viszont nem feltétlenül helyes meghatározás számára, mivel a norvégek által használt kevésbé elterjedt népies neve a fjällfrosz tulajdonképpen hegyi macskát jelent. És egyesek szerint ebből ered a német Fjällfrász szó, ami viszont már a falánkot jelent. Ehhez hasonló a falánk szó más nyugat-germán nyelvekben is. Norvégül és a norvéggel rokon észak-európai nyelveken a neve Jerv, vagy hasonló. Finnül viszont Ahma a neve, ami az Ahmati szó rövidítése, és ez és az észt Ahm ugyancsak falánkot jelent. A szláv nyelveken a rozsomák valamilyen formájában jelenik meg, például oroszul rozsomáká, vagy csehül rozsomák. Ami viszont úgy tűnik, hogy a finn nyelv rászva máhá szavából ered, ami kövér hasút jelent. Magyarul is rozsomák a neve, népiesen viszont torkos borz. Angolul Wolverine vagy Glutton a neve, a kanadai franciáknál Carcajou, míg az európai franciáknál Glutton. És az észak-amerikai innu indiánok nyelvén Kwikwatche. Azért mondtam ezeken a nyelveken a nevét, mivel elterjedési területei hatalmasok. Az északi félteken legészakibb részein szinte mindenhol megtalálható. Tundra és tajga éghajlaton 300 és 2400 tengerszint feletti magasság között. Európában, Skandináviában és Kelet-Európa északi részein. Észak-Ázsiában és Észak-Amerikában ugyancsak. Az amerikai kontinensen az Alaszkát és Észak-Kanadát jelenti, viszont jelentettek rozsomákokat az északnyugaton fekvő Washington államban található északi vízeséseknél, közvetlenül a kanadai-amerikai határ környékén, és láttak már rozsomákot délebre is Kalifornia államban a Sierra Nevada hegységben. Az északnyugaton fekvő amerikai Washington állam nem összetévesztendő Washington DC-vel, amely az Egyesült Államok fővárosa. Én pedig úgy döntöttem, hogy egy ekkora terület megfelel majd a játékbeli rozsomák családnak. Ezért itt is elhatárolom a helyet.
tehát három irányból szikla veszi majd körül, egyik oldala viszont víz lesz, ahol egy picit nehezebb lesz meghúzni számára a területének a vonalát, de sikerülni fog, meglátod. Szinte teljes Észak-Ázsiában elterjedt, a délre területei Mongólia és Kína északi részéig érnek. Európában az Orosz Föderáció és Skandinávia északi területein honos, Finnországban, Svédországban és Norvégiában, és habár kiszorították a történelem során a Balti-tenger környékéről és Nyugat-Oroszországból, az utóbbi évtizedekben visszatelepedett ezekre a helyekre is. Magyarországon is megtalálható volt egy rövid ideig, ugyanis egy turista csoport által behozott néhány példány elszabadult Balatonvilágoson 2007 nyarán. Ettől függetlenül eddig már 8 magyarországi barlangban találtak rozsomák fosszíliát, azokat viszont valószínűleg nem turisták hozták be. Itt egy picit megkínlódtam az út lerakásával, mivel hogy mindenképp barlangbejáratot szerettem volna a kifutóra. Az első alfaj a nominális gulo-gulo-gulo, amelyet Linnaeus írt le 1758-ban a Systema Naturae 10. kiadásában, és ez Eurázsia északi részénél. A második a gulo-gulo-luscus, és ezt ugyancsak Linnaeus írta le, ez az Észak-Amerikában élő alfaj. Ezt a két alfajt elismeri mindenki. Ezen kívül egyesek elismerik a következő három amerikai kontinensen élő alfajt külön alfajként. A Gulo-Gulo luteuszt az amerikai zoológus Daniel Giraud Elliot írta le 1905-ben, és ez Kaliforniában található meg. Gulo-Gulo Cachemaquensis néven a német Paul Machi írta le az alaszkai Kenai-félszigeten élő rozsomákot 1918-ban. Az utolsónak leírt alfaj a Kanadához tartozó Vancouver szigeten él, emiatt a Gulo-Gulo Vancouverensis néven írta le 1935-ben az amerikai zoológus Edward Alfonso Goldman. Mint említettem, az utóbbi három alfajt a legtöbb tudós az amerikai alfaj populációinak tekinti. Közben elkészült a kifutó területe, és mint látható, null kerítéssel kerítettem körbe. Jöhet a rozsomák, amint az első ideér, majd megnézem, hogy hol tudna meglépni. Valahol itt kell lennie annak az alkalmazottnak, amelyik szállítja az elsőt. Igazán egyedi élményben akarom részesíteni, amiért ennyire ügyes, és elrepítem a kifutóig, így nem kell annyit várnom, amíg szaladva odaér. Most pedig lássuk, hogy hol tudna megszökni. A vizes részt leszámítva, ott természetes, mivel azt a részt még nem zártam le. Ide berakok néhány sziklát, az megoldja, és következhet a vizes oldal. Genetikai elemzések szerint a torkos borz legközelebbi rokonai a Közép- és Dél-Amerikában élő tajra, valamint a nyestek. A rozsomák zömök és izmos, feje széles és kerek, fülei rövidek és kerekítettek. Kinézete medveszerű, de hiába a mennyétfélék legnagyobb szárazföldi faja, méreteiben messze elmarad a medve méretétől, ráadásul az oldalán egy világos sáv fut végig. Megtaláltam az egyik növényt, amit kerestem. Azért kerestem ezt, mert a játékban ennek a segítségével lezárható egy terület, ugyanis nem átjárható bokorként van létrehozva. Mint látható, a fehér részt a rozsomák nem tudja használni, így természetes válaszfal jött létre. Persze nem ez az egyetlen növény, amellyel hasonlót lehet tenni. Például a közönséges nád is megfelel, és mivel víznél kell használnom, ezért ebből is helyezek lezárási célra. Itt kihasználom a folyó torkolatát, ahol fennakadhatnak a kidőlt fák, és ilyenekkel folytatom a lezárást. Na de visszatérve a rozsomákra. Szőre hosszú, sűrű és olajos, emiatt erősen víz- és fagyálló.
ez népszerűvé tette a bundáját a sarkvidéki prémvadászok között. A hímtest hossza 65 és 109 cm közötti, a farka 13-26 cm, súlya pedig 9 és 30 kg között lehet. A nőstények hosszban 10-15%-kal, testsúlyban pedig 30-40%-kal maradnak a hímek alatt. Lába hosszú, mancsa széles, az ujjai között bőrhártya van, ami csökkenti az állat besüppedését a hóba. Közben itt kipróbálom az újabb fajta sziklákat, lássuk, hogy fog ez kinézni. Nem tetszik, megmondom őszintén, ez így nem jó, valami más találok ki. Elhelyezek itt még egy kis nádat, hogy az eddigiek ne legyenek magányosak. Majd megfordítom fejjel lefelé, és így fogom elzárni a megmaradt folyópartot. Egyelőre viszont befejezem ezt a részt kövek kihelyezésével. Visszatérve a rozsomákra. Minden lábán 5 ujj, és minden ujján kampószerű karom van, amiknek segítségével ügyesen mászik fára és meredek havas sziklákra is. Magányos állat, a hím területe átlagosan több mint 620 négyzetkilométer, a nőstény viszont 130-260 négyzetkilométer között gazdálkodik. Igyekszik arra, hogy azonos nemű egyedekkel semmiképp ne legyen közös része a területének. Rádiónyakörves megfigyelések alapján pár hónap alatt akár több száz kilométert is mozoghat. A területe határait illatmirigyének váladékával, vizelettel és ürülékkel jelöli meg. Nincs meghatározható aktivitási időszaka, nem követi a nappalok és éjszakák rendjét, hanem néhány óránként pihen, majd újra vadászni indul, és téli álmot sem alszik. Van még néhány átjárható hely, szerintem oda elszórtan rakhatok még nádat. Ezzel készen is vagyunk. Még szépítem és később is fogom, de funkcionális ez a lényeg. Most már nem szöknek el a rozsomákok, habár messze van még ez a 620 négyzetkilométertől. A ragadozó állat, és habár még az emberre is veszélyes lehet, ha teheti, inkább kisebb emlősöket kap el, vagy a tundrán megeszi a télről megmaradt tetemeket. Vadászik mindenre, ami mozog, legyen az kicsi vagy nagy. Disznófélék, nyulak, kecskék, juhok, egerek, lemingek, szarvasmarha, szarvasok, őzek, mókusok, de még a rénszarvas és a felnőtt jávorszarvast is levadásza. Habár a nagyobbak közül inkább a legyengültebb egyedeket támadja meg. Ha nincs növényevő, jó a húsevő is. Vadászik rókára, macskára, nyestre, nyércre, menyétre, görényre, préri farkasra és a szürke farkas kölykeire is. Mindezek mellett előnyben részesíti a más ragadozók által meghagyott maradékot. Télen veszélyesebb, ugyanis az ujjai közötti hártyák miatt a havon jól tud közlekedni. Nesztelenül cserkészi be a nyulakat, a fajdokat és még a nagyobb és gyorsabb állatokat is utaléri a havon futva. Elorozza a többi ragadozó zsákmányát, mérettől függetlenül megtámadja azokat, a rókától a hiúzon keresztül még a medvét is. Áldozatai tarkon harapja, és mivel állkapcsa nagyon erős, kevés esélyük marad. Közben pedig lássuk, milyen növényzetet szeret a torkos borz. Na, nem ilyesmivel akarom etetni. Szeretem, ha viszonylag elfogadható számára a kihelyezett növényzet, de vannak kivételek. Például, mint látható, ami piros, az nem igazán hozzávaló. Ellentétben a népi torkos borz nevével, táplálékát nem falja fel mohon, hanem amit nem tud megenni, azt elrejti és később visszatér lakmározni belőle. Ezt a tárolási szokást gyakran alkalmazzák a kölyköket nevelő nőstények, hogy a szűkös táplálékforrás ideje alatt legyen, amit enniük. Szaglása annyira jó, hogy a táplálékát kiszagolja még 6 méternyi hó alól is. A torkos borz szaporodási időszaka májusban van. Ilyenkor vannak a mézes hetek. Mézes hetek ugyanis egy pár néhány hetet tölt együtt.
A vemhességi idő nagyjából 9 hónap, így a következő év február-márciusában 2 és 4 közötti vak és süket kölyök születik. Sajnos a kölykök 23%-a elpusztul már az első hónapban. 4 hetesen nyitják ki a szemüket és 10 hetes korukig szopnak. Utána a nőstény előrágott táplálékkal eteti őket, vagyis megcsócsálja nekik az ételt. Felnőtt méretüket már 3 hónapos korukra elérik, de 2 éven keresztül maradnak az anyjuk mellett. Az ivarérettséget 3 éves korukban érik el, és az élettartamuk 18 év is lehet, habár a vadon élő egyedek csak 8-10 évig élnek. Természetes ellenségei a farkasok, de ide tartoznak a medvék is, mint a barna medve és a fekete medve. A pumák és a szirtisasok, de inkább a fiatalabb egyedeket kaphatják el, a tapasztalt torkos borz kemény falat tud lenni bármelyik számára a méretbeli különbségek ellenére. Mivel mászási lehetőségre is szüksége van, ezért most építek valamit. Előbb kihelyezem a természetesebbnek tűnő fákat, majd legózunk egyet. Ide még egy törött ágat. Majd egy másik kidőlt fát. Ennyi elég amúgy, de még kihelyezek néhány ágat a környékre. Megáldáz a bellenségei a farkasok, és általában, ha egy területre farkasok telepednek be, akkor a torkos borz elhagyja azt a tájat. Ilyen esetekben a farkasok nem is tűrik el a torkosborz jelenlétét, és kezdenek vadászni rá. Figyelembe véve, hogy a farkaskölykök nincsenek biztonságban miatta, ez egy érthető viselkedés a farkasok részéről. A torkosborz régebben hatalmas területeken volt megtalálható, beleértve Lengyelországot és Litvániát is, de az emberek írtották őket, így a létszám és az elterjedési terület is csökkent. Most pedig füvesítsük be a parkot, és a vidám lét elérése véget, helyezzünk ki virágokat is. A házi állatok védelmében manapság is vadásszák és mérgezik, habár vannak olyan helyek, ahol védelem alatt áll. Például Finnországban teljes védelmet élvez, és a tenyésztési programját is egy finn szakember vezeti, amelyben kihasználják a skandináv országok menhelyeire kerülő egyedeket, hogy fenntartsák az állatkerti állományok genetikai változatosságát. A populáció sűrűség alacsony, a szaporodási ráta ugyancsak alacsony, ezért az állományok nem tudnak gyorsan növekedni Európában, viszont Alaszkában és Kanadában jobb a helyzetük. Nem ismert a pontos populációja, ennek ellenére a hatalmas elterjedési területe miatt a nem fenyegetett kategóriában van. Közben, mint látható, készül egy vízesés, mert hát, szeretem a vízeséseket. Ennyi. Ha nézted az eddigi videóim, akkor láthattad, hogy sok kifutóban helyeztem el vízesést, sőt a braziliai Chapada das Mesas nemzeti parkszerű állatkertemben egész sok is van. Persze ezek az animációk lassítják a játékot, ezért ajánlom, hogy csak csínyán bánj velük, már ha tudsz. Közben egy kis sodrás animáció, mivel kérem, ez egy gyors patak. A torkolathoz is kell sodrás, mivel itt szűkül a hely. Az észak-amerikai innu őslakos nép történeteiben és mitológiájában is szerepel a torkos borz. Quacazo néven, aki megteremtette az innu nép világát. Mivel a terület nagy és a látogatók csak távolról láthatják a torkos borzokat, ezért elhelyezek néhány megfigyelő kupolát bent. Egy bejárathoz több kupola is használható, amelyeket a játék automatikusan össze is kapcsol, de az is lehet, hogy több bejárat legyen.
Az Innu világ kialakulásakor Noé bárkájához hasonlóan nagy csónakot épített és belerakott az összes állatfajból, majd nagy árvíz keletkezett. Ezután Kwakwazo megbízott egy nyércet, hogy merüljön le és a fenékről hozzon fel egy kis sarat és sziklát, majd ezeket összekeverve szigetet formált, ami a mai világot jelenti az Innu nép számára. Vannak viszont nem annyira pozitív történetek is Kwakwazo-ról. Más északi őslakos népek, köztük inuitok vagy más néven eszkimók, tol vagy csalónak írják le a rozsomákot, Lox néven. És nem annyira pozitív a szerepe. Én személy szerint mindenképp érdekesnek tartom a Noé bárkája féle történetet egy észak-amerikai őslakos törzs mitológiájában. A rozsomák sok város címerében található meg, ugyanakkor sok sportcsapat és szervezet kabalája. És például az Egyesült Államok beli Michigan állam rozsomák államnak is van nevezve, míg a Michigan Egyetemnek ugyancsak rozsomák a kabalája. Annak ellenére, hogy az elmúlt 200 év alatt csak egyetlen rozsomákot láttak a teljes állam területén. Talán az eddig legismertebb rozsomák mégiscsak a Marvel hőse, rozsomák volt. James Logan Howlett, akit magyarul tévesen farkasnak fordítottak a filmekben. Gondolom azért, mert jobban hangzott. Az európai állatkertekben nagyjából 70 egyed él, ami azt jelenti, hogy nem túl gyakori állatkerti faj. Magyarországon először a Szegedi Vadasparkban volt látható rozsomák, majd a Fővárosi Állat és Növénykertben, utána pedig a Pécsi Állatkertbe is került. Elkészült hát a torkosborz tanyája is. Figyelembe véve, hogy Finnországban teljes védettséget élvez, valószínűleg a kolári környéki erdőkbe telepítek még a későbbiekben más torkosborz párokat is. Ha tetszett a videó, oszd meg másokkal is. Ha bármit hozzátennél, írd meg kommentben itt, vagy az Émadár Nightbird Discord szerveren. Akkor is ajánlom, hogy belépj a Discordomra, ha Planet Zoo játékos vagy. Ugyanis segítséget kérhetsz a játékhoz, vagy akár te is segíthetsz másoknak. Ötleteket adhatsz másoknak, állatokat cserélhetsz velük, és sok más dolgot is meg tudunk beszélni. Ezennel elköszönök tőled, és kívánok neked szép napot!